tudtam, hogy találkozni fogok azzal az emberrel, akivel le akarom élni az életemet. 12 éve vagyok a felesége. Ha az egyikünk elkezd egy mondatot... A másik be tudja fejezni. Ezt azonnal felismertem, amikor először megláttam. Elég, ha tesz egy mozdulatot, tudom, mire gondol közben. Anya és apa el fognak válni. Az isteni igazságosság megkívánja, hogy az ember hűhődjön. Ahogyan azt is, hogy kérje Istent, adjon ehhez erőt. Szabja meg, milyen áldozati rendben kaphat bűnbocsánatot a színe előtt. Ez az Úrra tartozik. Nekem viszont itt kell megmentenem Rékát. Az apja tönkretette őt és a lányomat. Szeretnek engem, de egymást már nem. Eddig együtt szerettek, mostantól külön fognak. A lányom áldozat. Az unokám áldozat. A vőm gonosztevő. Ez volt az otthonom. Most nem tudom, mi lesz. Azt hittem, hogy együtt törekszünk meg. Ahogy az idős házaspárok egymásba karolva botladoznak az utcán. Azt gondoltam, így lesz velünk is. Aki elhagyja a családját, abban az ördög lakik. Nem hittem, hogy velünk ez megtörténhet. Mint egy baleset. Vagy egy halálos betegség. Éjszakánként kinézek az ablakon, fel az égre. A csillagok éles pontocskáit figyelem. Lyukak valamin, ami eltakar a rettenetes fénytől. Elrontottuk. Tüskék vannak bennünk. Elrontotta. Elromlott. A legfontosabb, hogy Réka ne sérüljön. Csak Réka lelke ne sérüljön. Isten megígérte a messiás eljövetelét, aki széttiporja a sátán fejét, és elhozza a megszenvedett kegyelmet. Ők ketten egyek bennem. Nem tudom, hogy lesz. Tudtam már a legelején. Szerettem őt. Nem szerettem senkit jobban nála. 12 éve szerettek egymásba. Töltök még. Kicsit csak. Ez egyre durvább. Lassan verekedni fognak a stúdióban. Én nem tudom, hogy ezek statiszták vagy igaziak. Van most ez a lehetőség. Ragadd meg. Előbb-utóbb verekedés lesz. Szerintem statiszták egyébként. Lehet.
Nem szabad elszalasztani. Hogy? Mi pontosan a lehetőség? Autógyártás. Összeszerelő műhely. Fellendül majd az egész város. Összevág minden. És pont ehhez értek. Neked találták ki, csak hát másik város. Nem macska az ember, hogy lakáshoz kötődjön, he? Sokat meséltek erről az estéről. Képtelenek voltak levenni egymásról a tekintetüket. Anya a férfival élt, aki szerint nem macska az ember. He? Apa a nővel, aki szerint statiszták szerepelnek a délutáni tévéműsorban. Ha nem statiszták, akkor borzalom ez az ország. Egy hónap, és beindul a gyártás. Már csak egy hónap? Ma valami szerelmi háromszög dolog a téma. Mit tegyek? Szeretem a barátnőm férjét. Hú, azt nézd! Ezt érdemes. Jó. Töltök még. Talán nem statiszták. Túl hitelesek. Statiszták nem tudnának ilyen jól színészkedni. Hm? Nem tudom. Oda fogunk költözni. Gondolom, ezt előbb meg kellene beszélni, nem? Háromszor annyi pénz, mint amennyit most keresek. Jövő hónaptól megyünk. Itt van a munkám. Nem csak a férjeddel, édesem. Találtok majd neked is valamit. Van egy bolt a főtéren, ott fogsz dolgozni. Egyetemre akarok járni. Eszem ágában sincs másik városba költözni. Ilyen alkalom csak egyszer adódik. De hát itt van mindenünk. A lakás, a barátaink, az anyám. Majd csak beleszoksz, édesem. Kapunk lakást, ezt eladjuk. Menj el, édesem. Ott majd egyenesbe jöttök. Anyagilag. Meg egyébként. A költözés olyan, mint egy jó párterápia. Írjátok össze, hogy mi szól ellene, és mi mellette egy ilyen listát. Környezetváltozásra van szükségünk. Nem nyomaszt a kocsi részlet többé. Hosszú távon bebiztosítjuk az életünket. Kifejezetten kedves város. Ez az egyetlen megoldás. Töltesz még egy kis bort? Érezték, hogy most dől el minden. Itt a pillanat. Apa készült, hogy megszólaljon, de nem volt rá szükség. Tudom, miért nem akarod. Mindannyian tudjuk. Asszisztálni. Egy születő szerelemhez. Az ember közelről érintett, mert a nő, akit szeret. 40 perce bámuljátok egymást, és már hetek óta! Ezt látom az egyetlen megoldásnak, ha elmegyünk innen. Vagy ha egymással akartok, akkor mondjátok meg, mert megalázó így. A legjobb barátom. És a szerelmem. Felnőtt emberek vagyok. Igen, ne haragudjatok. Tudnotok kell, hogy még nem történt közöttünk semmi. Semmi. Elrendezünk mindent. Én elmegyek. Neked nem kell. Megbeszéljük, de nem most. Muszáj most! Ti szeretitek egymást? Igen. Nem tudtok mit csinálni ellene?
Nem. Semmi baj. Nincs semmi baj. Semmi baj. Nem sokkal később összeházasodtak. Egy évre rá megszülettem. Apa Violának szeretett volna elnevezni. A Réka anya ötlete volt. Fontos dolgokban mindig ő dönt. Megbeszélték, ha lánytestvérem születik, ő Viola lesz majd. Aztán anya nem szült többször. Apa néha kis Violámnak nevez. Anya a rendelőben dolgozik, egy belgyógyász asszisztense, apa a buszvezető. Kiskoromban rengeteg túlórát vállalt. Hajnalban kelt, későn ért haza. Dolgozik. Hát persze, túlórázik. Mindegy, nem szólok. Hangos neki a gyereksírás. Ti dolgotok? Én nem szólok bele. Anya dolgozod magad ahelyett, hogy pihennél. Mondani még lehet, nem? Hogy ezt is megtiltja? Ne keresd bajt ott, ahol nincs. Védj csak. Más is dolgozik, de attól még segít a gyereknevelésben. Kimerült vagy. Engem nem tudsz becsapni. Nem lesz jó véged. Tökre fogsz menni. Legalább a port letörölhetné a sofőr úr. Te tudod, lányom úgy lesz, ahogy bevezeted. Megyek. Nehogy baj legyen belőle, hogy itt vagyok. Nem kell mindig felvenni, hadd edződjön. Nem kell elkényeztetni, meg kell keményednie. Na, megyek, nem vagyok kíváncsi a megjegyzésekre. Csókolom. Szia. Szervusz. Nem akarok útba lenni. Nyúzott vagy, lányom. Majd csak túléled ezt az időszakot. Ne tessék aggódni. Szia, anya. Csókolom. Én meg fáradt. Van valami ennivaló? Ki küldesz, hogy csinálja a vacsorát, te meg felveszed, hogy te legyél a minta apuka. Bajod. Semmi. Nem küldtelek sehova. Egyetlen percem sincs. Persze vacsora az legyen, meg vasalting. Megint Teli beszélte a fejedet. Miért nem beszélhetek az anyámmal? Még soha nem veszekedtünk. Legalább ezen is túl vagyunk. Jót akar. Nem, nem akar jó. Mindig felvesszük. Lehet, hogy nem kéne. Thank you.
hetek óta magával utazom. Minden reggel és minden délután. Észrevettem. Reméltem. Soha nem ül le. Szóljon, hogyha zavarom a kilátásban. Csak azért állok, hogy ne legyünk messze egymástól. Elég sok megállót utazik. Figyeli mennyit? Majdnem végállomástól végállomásig jön is. Itt áll végig mellettem. Látom ám a jegygyűrűt az ujján. Büszke lehet a felesége. Egy-két éve tetszett már egy vezető nekem. Vele nem beszéltem egy szót sem. Másik vonalon volt. Troli. Értem. Most egyedül lakom. Mondjuk, remélem, hogy ez nem lesz mindig így. Biztos nem. Nem tudtam, hogy fog reagálni, hogyha megszólítom. Nem veszi el tolakodásnak. Be kellene mennem kávézni a pihenőbe, mert nem sokára indulok vissza. Jó munkát, ha dolgozni megy. Dolgozom. Igen. Akkor minden jót. Magának is. Van gyereke? Jó, hát ehhez semmi közöm. Van. Nem bánja, ha továbbra is így együtt utazunk? Ha bánom, akkor másik busszal. Akarja? Nem, csak hagyjon figyelni az útra. Ja, hogy mindegy. Azzal a busszal utazik, amelyikkel akar. Nem tartom fel. Igyon kávét. Legyen friss kapitány. Kötz! A mamájával. Nem. Vagy babysitter. Nem akartunk bölcsödét. Anyám vigyázz rá. Nyugdíjas. Van ideje. Levesz a vállunkról sok terület. Jó, ilyen segítség. Ön családnak. Szerencse. Férjel most melyik vonalon megy? Alapvetően a hetesen. Legjobb? Uh-huh. Gyerekkoromban azzal mentem iskolára. Buszvezetőnek készültem. Aztán elkezdett érdekelni vér. Az jó. Hedes. Van bussám. Lehet menni. Szokott utazni vele? Igen. Férjével? Nem. Korábban sem. Vannak nők, akik bírják sofőröket. Nem férték el? Akkor maguk nem így ismerkedtek meg. Jaj, nem. Az akkori szerelme barátok volt. Neki is volt valakije. Aztán ők lettek az esküvői tanulók. Munkát bírja? Nem fárad el nap végéje. Na, sokat kihagyott, bele kell szokni. Bírom, semmi van. Hiányzott. Mi távol volt, Annikát hívták be, nyugdíjból. Igyekeztem minél kevesebb gyógyszert felírni, mert minden recept fél óráig készült el. Hát Annika, nyugdíj. Fáj még nyaka? Mi legészes? Elaludta, ágyban meghúzódott. Lazuljon el. Mindjárt jön lesz. Doktor úr. Látom ám jegygyűrűt. Látom ám. Maximálisan tiszteletbe tartom. Engedje el magát. Orvos keze van a nyakán. Orvos kezét érezze,
Ne férfi kezed. Nem esik jól? Jaj, de... Egyszer eszembe jutott, megmasszírozom Pannika nyakát. Hál' Istennek nagyon gyorsan kiment fejemből. Maga következik? Ki kellene várnia a sorát? Mostanában régi fényképeket nézegetek. Apát látom a legszebb férfinak a világon. Anyát pedig a legszebb nőnek. Én voltam az életük értelme. Az érzést, hogy vagyok nekik, és hogy hárman együtt vagyunk, nem cserélték volna el a világ minden kincséért sem. Megcsináltam mindent. Mondtam, hogy levakoskod. De nem akartam pazarolni az áramot, nekem annyi is elég. Szellusszal ragasztottad vissza rá a használt pelenkát. Szóval ezt se csinálod jól. Ez eldobható pelenka, mondtam már, ne add vissza rá a régi. Tiszta fölös, attól azért sír. Tűrök. Mindjárt jó lesz. Mindjárt jó lesz. Az eldobható pelenkát azért találták ki, hogy még többet költsön az ember. A férjedtől tanulod a pazarlást, meg fog büntetni az Isten érte. Ez az első pelenka rajta? A reggeli? A combjait, hát ezért sír. Én sem úgy nőttem föl, hogy naponta többször cserélték a pelenkámat, és te sem. A férjedet kényeztették. Nézd meg, mi lett belőle. Nem gróf kisasszony nevelünk a gyerekből. Az életre neveljük. Te ajánlottad fel, hogy segítesz. Köszönöm szépen, ezt megkaptam. Ez azt jelenti, hogy nem kötelező itt lenni. Dehogy. Nem. Jöjjettem, mi? De ez nem a te hangod. Ez nem te vagy. A férjed beszél belőle, csak észre sem veszed. Jó, igazad van. Nem muszáj átjönnöm. Hát figyelj magaddal a rendelőbe, vagy figyelj a férjed a buszára. Megoldjátok nélkülem. Nem vagyok jó semmire. Én mindent elrontok. Ez a sorsom. Hogy? Rengeteget segítesz, hálásak vagyunk érte. Nem, én csak rosszat csinálok, igazad van. Én csak arra kértelek, hogy ne spórolj a villanyon meg a pelenkán. Nem éhezünk, nincs szükségünk felesleges áldozatokra. Az áldozat soha nem felesleges. Szükségünk van a segítségedre. Ez is kötelessége. El kell viselnem a férjedet. Ez a keresztem. Meg kell tanulnom, nem szól. Ettél? Nem. Egész nap? És nem vagy éhes? Miért nem ettél? Na, hozok pörkölt rá belém. Van pörkölt, hozok. Ahogy akarod, láda. A legtöbb szülő képtelen elfogadni, hogy fölnő a gyerek. A fia vagy a lánya társát okolja. Úgy érzi, elveszi tőle azt, ami az övé. Emiatt inkább csak sajnáltam az anyust.
Az jobban aggasztott, hogy a nejem ugyan néha vitatkozott vele, de egy-egy megjegyzés mégis gyökeret vert benne. Mérgeződött az életünk. Az anyus mindent elkövetett, hogy bebizonyítsa, egyedül ő ért a gyerekneveléshez. Ha megkértük, ne etesse mosatlan gyümölcserékát, megetette. Ondván, hogy a szervezet így tanul meg védekezni. Kértük, hogy ne adjon a fák ismeretlen bogyóiból neki, csak azért is adott. Ő volt a jópofa nagyi, aki mindent megenged. Folyamatos provokáció volt az életünk. Réka egy napon lázas lett, 40 fok fölé ment a hőmérséklete, és nem adott neki gyógyszert. Mondván, hogy ettől ellenállóbb lesz a szervezete, és így tanul meg védekezni. Én a nejemmel kezdtem el kiabálni, azt akartam, hogy többé ne jöjjön át az anyja. El kellett indulnom éjszakai műszakot, vállaltam, és idegesen ültem a buszra. Nem vettem észre egy kivilágítatlan biciklistát. Nem tehettem a balesetről, de ha jobb állapotban vagyok, talán elkerülhető lett volna. A biciklista megcsúszott a macskaköveken, és a busz alá esett. Felmentettek, semmi felelősség nem terhelt. De tudom, hogy a veszekedés miatt történt. Kis idő múlva újra volán mögé ülhettem. Akkor már minden más volt. Valami tönkre ment. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Én nem tudom, hogy összeverekedtek a stúdióba. Ahogy a régi mennyasszonyod megjósolta. Nem volt a mennyasszonyom. Ilyen primitív műsort én még életemben nem láttam. Kiabálnak egymással, kiteregetik a magánügyeiket, most meg még verekednek is. Ezek kitalált történetek. Statiszták. A régi mennyasszonyod is ezt mondta. Miért lennének statiszták? Szerintem azok. Mindegy. Te semmit nem hiszel el, amit a saját szemeddel látsz, az se. Ezt nem is láttam a saját szememmel. Akkor meg honnan veszed, hogy statiszták? Te meg minek nézel ilyen műsorokat? Borzasztó, hogy hogyan élnek emberek. Hogyan beszélnek egymással. Régi házastársak miket mondanak egymásról, csak azért, mert elváltak és képtelenek feldolgozni a kudarcot. Szerintem statiszták. Csak azért kötekszem, hogy ne nekem legyen igazam. Kötekszem? Jó, akkor nem statiszták. Miért kell neked eldöntened, hogy statiszták vagy nem statiszták? Honnan tudod, ha nem is nézed? Te meg minek nézed, ha szóval minek gondolom? Nem szusom, én vagyok a hülye, mi a francnak mesél? Megnyertem. Ennek a kerületület jövő szerdán. A nagy dolgok mindig szimpla szerdákon történnek. Szerdán láttam meg anyádat először, szerdán volt az esküvőnk, szerdán születtél és szerdán nyered meg a versenyt. Melyik vers volt az? Hogy melyik vers, nem is tudod. A Rabóti. És ugyanezt kell minden kerületire is? Persze, apa, miért kellene mást vinni? Ha figyelnél, tudhatnád, hogy minden évben ugyanazt viszik a kerületre, mivel tovább jutottak. Harmadszor jutok be egymás után. Szuper! És ha tovább jutsz az országosra, akkor oda is ugyanaz? Ne nyomaszd ezzel! Még nem kell erre gondolni. Klári néni azt mondta, ilyen még sose volt, ez még senkinek nem sikerült. Tudhatnád, hogy a vers mindig ugyanaz marad. Most miért mondod el a gyerek örömét azzal, hogy megsértődsz? Izguldál? Nem. Nagyon ügyes vagy.
Nagyon ügyes volt. Megint sört iszol. Éreztem, hogy baj van. Amit régen elvicceltek, azt most komolyan vették. Egyetlen sört iszik egy nap. Néha kettőt. Többet soha. Így kezdődik az alkoholizmus. Rékát el kell vinni egy erősebb iskolába. És el kell már végre dönteni, hogy mi legyen. Sport vagy zene. Vagy előadó művészet. Csinálhat, amihez csak kedve van. Aztán majd kialakul. A túl nagy szabadság ártalmas. Irányítani kell, jó pásztorként, terelni. Kitűnően tanul. Zongorából versenygyert, benne van az iskolai kosárlabda csapatban. Indul a kerületi versmódó versenyre, mégis mit kéne abba hagynia? Szép forgácsoljátok. Én azt mondom, a zongora az első. Viszont az újaknak nem tesz jót a kosárlabda. Egy jó iskola most a legfontosabb és a zene, a többit le kell építeni. A baleset óta még annyira sem számíthatsz a férjedre, mint előtte. Láttam, hogy lányom. Mondjuk, nehéz lehet feldolgozni, hogy halálra gázolt valakit. Tudod, jó, hogy nem teheted róla. Semmi sem véletlen. Isten ilyet csak úgy nem csinál. Ezek jelek. A hős ilyes, hogy kitartasz mellette, de neked is csak egy életed van. Nekem ez a csönd mindennél többet mond. Köszönöm egy állásajánlatot. A főnökön magárendelőt nyit. Több pénz, de főleg este kell ott lenni. És a férjed? Mit szólt mindez? Gondolom vele elő megosztottad mit velem. Először azt mondta, hogy maradjak. Ez biztos hely. Nem akarja, hogy előre lép. Aztán azt mondta, hogy menjek. Hogy keres több pénzt? Esti munka. Nem akarja, hogy itthon légy a gyerekkel. Végül azt mondta, hogy döntsem el én. Nem segít a döntésben, nem társa. Tipikus. És te mit akarsz, ha számít egyáltalán? Még nem kellett döntenem. Rád bízza a döntés, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia. Az iskolaváltást is csak ő nem akarja. Az iskolaváltást csak te akarod, anya. A gyereket tehetséges ki kell venni az átlag gyerekek közül. Lehet belőle zongora művész, nem buszsofőr típus. Te is lehettél volna valaki, orvosnak szántalak, csak hát jött az elsietett házasság, de a gyereked még... Mindig valami... mondják, hogy milyen szörnyű, amikor egy szülő a saját gyerekével akarja megvalósítani elvesztegetett álmait. A férjed kedvéért te lemondtál az álmaidról. Bűn, de jóvá teheted a gyereked megsegítésére. Első lépés egy elit iskola. Szembe kell szállnod ezzel az emberrel, ne kerüld a konfliktust.
túl szigorú vagyok, de egyszer majd hálás leszel ezért. Az út nehéz. Nincs kikövezve. De a szentek áldottságok osztályrészeként lenézhetnek, és élvezhetik a pokolban verködő bűnösök látványát. Neked segítségre lenne szükséged, anya. Borzalmas dolgokat mondasz. Azt akarod mondani, hogy bolond vagyok? Nem mondtam, hogy bolond. Minden bölcsnek szüksége van bolondra. Győztesnek, vesztesre. A szentnek bűnösre. Ez az élet hajtó ereje. Nem vállaltam el a munkát. A főnököm időnként félreérthetetlen megjegyzéseket tett. Csak mosolyogtam. Közben az élet otthon kizárólag Rékáról szólt. Nem vittük másik iskolába. Júliusban elmentünk nyaralni. Éltük az átlag családok normális életét. A főnököm folyamatosan udvarolt. Észrevettem, hogy az utcán megfordulnak utánam. Korábban idegesített az ilyesmi, most kezdett tetszeni. Réka megnyerte az országos szavalóversenyt. Kitűnően tanult. A zongoratanárnője ódákat zengett róla. Úgy éreztem, az a legfontosabb, hogy az ő boldogságát egyengessük. Minden fontos annyira. El kéne utaznunk valahová. Kettesben. Réka itt maradhatna anyámmal. Nem akarod. Szeretnék veled kettesben lenni. Beszélnünk kellene kettőnkről. És van valami más is. El kell mondanom neked. Van valaki? Dehogy. Reggelente halálos fáradtsággal ébredek. Alig bírok kikelni az ágyból. Fáj valami? Nem. De rossz érzésem van, és szeretnék veled kettesben lenni, mielőtt kiderül valami. És mióta van ez az érzésed? Jó, hát meg kell nézetni, aztán megnyugszol. Megnyugszunk, nem? Azt mondtad, hogy megnyugszol. Ne kötözködj, légy szíves. Azt mondtad, hogy megnyugszol! Jól sikerült. Beszéltem a professzorral, minden rosszat kivettek belőled. Pár napot benne kell még maradnod. Kiveszek szabadságot, melletted leszek, míg rendben nem lesz. Fáj? Kicsit. Mi volt a suliban? Semmi. 2 5-ös kapott. De jó, miből? Mikor jöhetsz haza? Majd az orvos megmondja. Miből kaptál 5-öst? Történelem és matek. Kit
Szülő leszel megint. Mikor jössz az a hétvégére? Talán. Anyám is át akar jönni. Kezelésekre kell majd járnom. De fel lehet épülni belőle, a professzor azt mondta. Nem akarsz aludni? Ja, menjétek csak. Vigyázz magadra. Ti is. Szia, anya. Sziasztok. Bocsánat, a felé vesztettem. Jaj, nem baj. Beszéltem kollégával. Minden jól ment. Nem lesz semmi baj. Egész éjjel nem aludtam. A kollega szerint remekül viseltek műtétet. Csak aludnom kellett. Nem nagy ügy. Csak tudja. Rák. Nevét nem mondja ki. Ijesztő. Meggyógyul. Meggyógyul. Ilyesmi gyakran stressztől alakul ki. Fontos, hogy nyugalomban legyen. Tudja, drága, a betegség mindig jelez valamit. Álljunk meg rohanással. Gondoljuk végig életünket. Mi fontos, mi nem. Nem szabad mindig csak másokra gondolni. Az megbosszulja magát. Nem szabad leélni életet örökös rossz kedvben. Néha változtatlak. Ezt nagyon kitalálta, doktor úr. Örülnék, ha mostantól nem doktor úrnak hívnak. Van keresztelő. Mi lenne, ha tegeződnénk? Legyen. Mondok, vicce. Neked. Keresztelő jutott eszembe. Rendőr igazoltat embert. Vezeték neve, Kábel. Keresztneve, feszület. Mi baj a magának? A szülővároson, na húzzon innen, húú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 
Húzik, bejön. Vezetékneve Kábel, keresztneve Feszület. Mit baja magára? Baja a szülővárosom. Na húzzon innen! Hú! Hú! Húzik. Húha. A vőm egyetlen szóval sem köszönte meg az áldozatvállalásomat. A létezés számára egyenlő az önérdekkel való foglalkozással. A lányom betegsége egyenes következménye volt elhibázott életének. Egy férj közönye. Hosszú távon megbetegít. Először nem mondta el nekem, hogy rákos, megtudtam persze. Azt mondtam neki, hogy nézzen szembe a halállal, ne meneküljön, vívja meg a harcát. A férje szabadságot vett ki, persze több kárát láttuk a jelenlétének, mint hasznát. Főztem. Annyit, hogy neki is jusson. Mégis előfordult, hogy máshol evett. Biztos voltam benne, hogy szeretőt tart. Egy betegség mindig valami bűn, isteni büntetése. A lányom bűne a rossz párválasztás volt, egy buszsofőr. Hogy érthetné meg őt, aki
orvosnak készült. És még meg is betegedett miatta. De hogy meghalljon. Ezt nem tudtam volna megbocsátani magamnak. Istennek igen, vele nem vitatkozunk. Elkezdődtek a kezelések, jobban lett, de változtatnia kell az életén. Ez nem volt kérdés számomra. Jó! No. Édesanyádról van szó. Arról az emberről, aki a világon a legjobban szeret téged. Ugyanúgy szeret apa is. Igen, a maga módján, igen. Isten bocsássa meg neki a tévedéseit, imádkozom érte minden nap. Az a kötelességed, hogy azt a szülőt is tiszteld, aki kevésbé szolgál rá. De most teljes lényeddel édesanyád mellett kell lenned. Felépülése Istenen múlik, őt kell kiengesztelnünk, ő fog dönteni. De ami rajtunk múlik, azt meg kell tennünk. Apádat nem kérem semmire. Én főzök, ellátlak, te pedig segítesz takarításban, vásárlásban, anyád talán meghal, szembe kell néznünk az igazságban. Mit beszél maga, szerencsétlen? Nem lesz baj, meggyógyul, nem lesz semmi baj. Szerencsétlen! Igen, beszél a gyereknek. Majd az Isten eldönti. Nyugodj meg, nyugodj meg. Anyának két naponként kellett kezelésre mennie. Apa kísérte el. Egyre erősebb lett. Egyszer nevetve jöttek haza, kézen fogva. Még az is eszembe jutott, hogy nem baj, ami történt. Legalább újra boldogok. Talán ettől jön rendbe minden. Úgy éreztem, mintha a körülöttem élőknél kívül is. Úgy általában az emberek, az orvosok, a nővérek. Mindenki szeretne. Még a fák, a bokrok, a virágok is nekem szurkolnának. Úgy gondoltam, nem lehet olyan igazságtalan az élet, hogy elvesz Rékától. Hogy ne lássam, amint felnő. Rettenetes időszak volt. Nem akartam mutatni, hogy mennyire félek. Az anyussal némileg rendeződött a viszony. Segített, én is igyekeztem. A professzor közölte, hogy a feleségem meg fog gyógyulni. A legszívesebben az égig ugráltam volna örömömben. Változtatni akartam az életemen. Lehetőleg úgy, hogy ne bántsak meg vele senkit, csak végre én is jól érezzem magam. Lassan fogalmazódott meg bennem az érzés. Szerelmes akartam lenni. Az életünk csordogált, mint korábban. Mintha mind a ketten arra vártunk volna, hogy történjen már valami. Udvariasan társalogtunk, intéztük a teendőket. Mint két jó barát, aki egy lakásban lakik. Nem volt mit a másik szemére vetni. Nem volt mit a másik szemére vetni. Thank you.
apa szerint nem is kell ennyi. Hát apád szerint. Ha ki akarsz emelkedni, akkor kell. Nem akarok kiemelkedni. Ez nem anyád mentalitása. Még egyszer a végét, és ügyelj a kezedre. Nem vagy zongoratanár. Honnan tudod, hogy kell? Ne okozz fájdalmat anyádnak. Azt akarod, hogy megint megbetegedjen? Pontokon túl kell lendülni. Nem! Ülj vissza! Nem ülök! Meg vagy fertőzve! Megfertőzött az apád! Közepessé akar tenni! Olyanná, milyen ő! Gyere vissza! Beláttam. Ha még egyszer és még egyszer eljátszom a darabot, egyre jobban megy majd. Azt akartam, hogy elégedettek legyenek velem. Tudtam, hogy ez az egyetlen örömök. Ápolót kérek a kardiológiára. Minden leletes tökéletes. Elfelejtheted egészen. Nagy menet volt. De megnyertem. Mégse látod. Boldog vagyok. Hívom a következő beszélget. Tudom, mióta vagyok szerelmes veled? Egy szerdai napon kezdődött. Egy szimpla szerda? Ez jó. Amikor először felépíted el. Mindjárt! Telefon a váró. Tele van a város, szerelemmel. Nem iszunk meg valamit? Rendel is után. Látom ám egy gyűrűt. De mögött egy gyönyörű szempár. Nem hiszem, hogy pont most, hogy ez bármit is megoldana. Én csak azt kérdeztem, nem iszunk-e meg el italt? Rendel is után. Viszonylag. Maga nincs jól. Látom, a felesége még megvan. Sok minden történt. Férnél voltam. Kimentem vele Angliába. Ha együtt akarok lenni a férfi, valakit szeretek, elmegyek vele a világ végére is. És mégis szép mentek. Van az önsajnálatnak olyan foka, ami már elviselhetetlen. Amikor valaki megállás nélkül panaszkodik, állandóan vigasztalni kell, róla szól minden. Az összes energiát leszívja a másikról. Féldékenykedett, leste kire nézek az utcán. Be akarta állítani a tekintetemet. Gyalkodott, neheztett. Meg kellett felelni neki. Készen léten állni. Belekötött, amibe csak tudott. Sokszor csak hetekkel később kért számon dolgokat. Játszma ez? A szerelem. Hamar eldől, hogy ki dominál. Én szerettem, de nem tudok vele élni. Birtokolni akart, uralkodni rajtam. Hazajöttem, most várunk. És ő? Meggyűlölt. Először csak gyanú van, aztán próbákat tesz az ember. Ha kiderül, hogy jól megérzés, akkor következik a bántás.
átértékelsz mindent. Keserűség önt el. Jön a harag, ez elkerülhetetlen. Aztán a tű először magadra, utána meg a másikra. Eddig normális, így kellene megállni. Ha ez nincs, akkor a következő lépés az már a gyűlölet. Nagy szerelem volt? Nagy. A langyos dolgok könnyebben úgy maradnak. Siet, kapitány? Nem, ez volt az utolsó menet ma. Siet haza? Lenne egy kérésem. Ne szólítson kapitánynak. Nekem mindig imponált minden sofőr. Tudom, a trollis is. Hát, ő máshogy. Nem inna egy kávét velem? Na, jöjjön arra a kávéra. Örököltem. Orvos dinasztia, orvos lakása. Anyám engem is adnak számt. Aztán nem is felvételiztem. Szeretlek. Nem kell mondanod semmit. Szeretném, hogyha tudnál. Tudom, mert megbeszéltük. Egy szerdai nap óta. Mi az? Reggel iszol belőle, délben eszel vele, este fekszel benne. Megint vicc? Igen. Nem tudom, hogy gondolom, mi az. Gondolkoznám nehéz. Nem tudom. Bögre, kanál, ágy. Nem kell innen túl bonyolítani. Nem tudom, hogy... Leegyszerűsítek a dolgokat. Néha annyira egyszerű minden. Nem kellett volna ide jönni. Hiszen korai még. Még csak pár éve várok rá. Az a te időd, de nekem az enyém számít. Én nem vagyok kész erre, és nem is biztos, hogy akarom. Nem rólad van szó, hanem rólam. Elmegyek. Végig szeretném gondolni ezt az egészet. Egyelőre ne beszéljünk a dologról, jó? Csak dolgozunk szépen együtt, ahogy eddig. Orvos, asszisztens. És... Nem a szírozni hamar. Az visszalépés lenne. Talán megéri. Thank you.
még soha nem csaltam meg a feleségemet. Rossz a lelkiismereted? Nemrég gyógyult fel egy komoly betegségből. A lelkiismereted sose legyen rossz. Nincs idő ilyesmire. Már akkor tudtam évekkel ezelőtt, hogy egyszer így leszünk majd. Amikor megláttalak a vezető fülkében. És ha nem romlik el a házasságod? Akkor elromlik a tiéd. Az életben mindig minden úgy történik, ahogy történnie kell. Csak figyelni kell az életet és csodálkozni. Jé, ez is van. Az is van. Annyi minden van. És mindenki szabad. Mit szólnál a lányom? Gondoltam, hogy lányod van. Egy gyerek örül, hogyha boldognak látja a szüleit. Én hálás lettem volna az enyémeknek, hogyha elválnak egymástól. Miattam maradtak együtt. A lányod akkor örül, hogyha boldognak lát. Persze, azért jobb, hogy így nem lát. Miért? Most boldog vagyok? Nem vagy boldog? Nem foglak sürgetni, de mindig új ajtók nyílnak. Tudom, minden nap nyitom őket. Annyi minden történik pillanatonként. Ha bátor vagy. Amikor beteg lett a feleségem, tetőtől talpig lebénultam. Akkor jöttem rá, mennyire szeretem. Ez csak heves önsajnálat, hogy milyen rossz neked. Ez az önsajnálat a mániád. Még a végén kiderül, hogy paranoiás vagyok. Miért az vagy? Már gyerekkoromban magasba ragaszkodtam ahhoz, amit a fejembe vettem. Apa nélkül nőttem fel. Anyámmal kellett megküzdenem az igazamért. Nem bírtam a konfliktust, de ha szilárd meggyőződése volt, nehezen engedtem. Gondolkodtam az életemen. Van családom, munkám. Felgyógyultam a betegségből. Mégsem érzem jól magam. Eszembe se jutott, hogy elhagyjam a családom, most mégis ezt kockáztattam. Hetek teltek el így kétségbeesésben. Éjszakánként forgolódtam. Egyre idegesebb lettem. Pár évvel korábban egy ismerősöm hasonló problémával elment pszichológushoz. Akkor azt gondoltam, nekem erre soha nem lesz szükségem. Most mégis el akartam mondani egy idegennek, hogy mit érzek. Hát, ha néhány jó kérdéssel tud segíteni. Hát, ha rájövök, hogy mit kell tennem. Mindig meg akartam felállni. Elvégeztem a feladataimat. Fontos volt, hogy elfogadjanak, hogy elégedettek legyenek velem. Mindig jó akartam lenni. Biztos, hogy mindig jónak kell lenni? Hát, ha nem is az a nagy szerelem, amiben élek. Hát, ha ez a másik az.
És ez tényleg az, vagy csak annak akarja látni? Tudja, a pszichológus nem adhat konkrét tanácsot. Meg fogja érezni, mi a helyes döntés. Szeresse önmagát, és ne legyen bűntudata az érzései miatt. És ne döntsön még. Adjon időt magának. Döntés a nem döntés is. Ne kapkodjon el semmit. De én mindig tudtam. Most is fog. Még az is lehet, hogy rosszul. Ilyen is van. És akkor se okolja magát. Azért vívódik, mert a döntés lemondás is egyben. Az ember mindent akar. Mindenből a jót. Maradjon meg a család, de lehessen szabad, élje meg a nagy szerelmet. Ha nagy a dilemma, akkor a döntésnek nincsen megszabott ideje. A férjem nem tud semmiről. Amíg nincs kimondva valami, addig nincs akkora súlya. Rosszul érzem magam, mert van egy titkom. És ott van a gyerek is. Ne hárítsa rá a döntés felelősségét. Mi van, ha úgy érzem majd, hogy egy másik férfival akarok élni? Inkább egyszer fájjon. Jobb a bizonytalanságnál. A tompítás nagyobb kárt okoz. Nem értem magam. Minden ember van otthon. Az a kényelmi zóna. Az is külső tényező. És mivel foglalkozik a férje? Buszsofőr. Akárhogy dönt is, csak magán múlik a boldogsága. Nem a férjén, és nem a másik férfin. És ha rosszul dönt, akkor se okolja őket. Se tönkretenni, se boldoggá tenni nem tudja egy másik ember. Egy elmélet szerint az angyal és az ördög mindig ott van az emberben. Harcolnak szüntelenül. Arra kell figyelni, hogy mindig az angyal álljon nyerésre, de soha se nyerjen. Az ördög pedig vesztésre, de ne veszítsen. Kedvenek. Mindenki győzni akar. Az élet sokak számára csak probléma és szükségállapot. A szemlélődés és a megismerés fontosabb, mint a mindenáron valamivé válás. Ilyesmivel traktálod a betegeidet? Nem beteg, aki pszichológushoz jár. Csak segítségre van szüksége, hogy kiderítse, mit akar. Tegnap volt nálam egy nő, sofőr a férje. Kihűlt a házasságuk. Előfordul. Ilyenkor jön valaki. Ha jöhet. Jön. Képtelenségnek tűnik, de az ember sugározza magáról, hogy szabad. Hogy vár valakire. A másik meg azt keresi, kihez lehetne odaszaladni. Csodálatos ám az élet. Ez persze vagy szerelem, vagy nem az. Talán csak egy katalizátor. Nem a legalkalmasabb az idő és a hely, hogy megkérdezzem, de mennyire gondolod komolyan a mi dolgunkat? Tényleg nem ez a legalkalmasabb idő és hely. Mások életét próbálom megoldani, a magamét meg nem tudom.
Megmondtam az elején. Talán jobb, ha semmit. Magának nem is akarnék. Tessék. Menjen ki. Ne küld ki az anyagot. Menjen ki! Neked van valaki? És neked is. Neked is. Kicsoda? Számon kérsz, miközben nyilvánosan alázol meg. Biztos így van megírva a sorsunk. El fogunk válni. Mással is megesett már. Nem akarok haragudni rád. Szerelmes vagy? Nem fogok haragudni. Nem lehet szerelmes, én sem vagyok. Ki az? Nem érdekes. Ennek itt vége van. Réka nálam marad. Annyit fizetsz, amennyit akarsz, nem fogok vidakulni. Azt majd megbeszéljük, hogy Réka kivel marad. Velem marad. Összeszedte a holmiait, és elment. Szerda volt. Ha nem szólok, talán nem történik semmi. Buták a felnőttek. Sokkal butábbak, mint a gyerekek. Az a fontos nekik, hogy igazuk legyen. Rájöttem, hogy az apám és az anyám épp olyan ember, mint más. Nem különleges lények. Két hétig csak telefonon beszéltem apával. Az iskolában kérdezgették, mi bajom, nem akartam elmondani. Apa! Jól vagy? Miért mentél el? Csak mert anya mondta, hogy menj, nem kellett volna, gyere vissza, sírj, mikor elmentél. Nem azért sírt, de nem mondok el róla, kicsikém. Én csináltam rosszul valamit. Jaj, dehogy, semmit nem csináltál rosszul. Nem kellett volna elmondani anyának, hogy láttalak a buszon. Nagyon jól tetted, hogy elmondtad. Még van az a nő? Nincs. Akkor miért tettem jól, hogy elmondtam? Nem az volt a baj. Ha nincs azon, akkor miért nem jössz haza? Mert anya nem akarja. De hát sír. Nem azért sír. Mindjárt jön. Figyelj, kicsim. Lehet, hogy nem sokára nagy változások lesznek az életemben is.
Azt akarom, hogy te is a részese legyél. Külföldre megyek dolgozni. Mit keresel itt? Szia. Réka, menj ki. Mit akarsz? Svédországba jön dolgozni, elviszem Rékát. Viccelsz, ugye? Beíratom egy iskolába, ott tanulj tovább. Elment az eszed? Ha nem egyezel, beleharcolni fogok. Minimum azt kérem, hogy fél évet velem, legyen fél évet veled. Megőrültél. Nem küzdöttem soha semmilyen, most fogok. Tönkre teszed a lányod. Te teszed tönkre, hogyha nem akarod igazságosan. Mit csinál egy idegen országban? Ki kell az otthona? Nem hagyom előtt. Már elhagytam. Te mondtad, hogy menjek el. Én csak kimondtam, hogy képtelenek vagyunk tovább együtt élni. Mert szeretőd van. Nincs. Nekem sincs. Nem érdekes. Jó. Ennek itt vége van. Akkor Rékáról majd dönt a bíróság. Megpróbáljuk normálisan végigcsinálni ezt a Herceg utcát, ami még jön. De apa is velem akar lenni. Én is! De ő is! Nem engedlek külföldre. Közeledett a várópér napja. Minden nap eszembe jutott, hogy én tehetek az egészről. És hiába nyugtatgattak, hogy nem. Rossz volt a lelki ismeretem, pedig nem volt okom rá. Az járt a fejemben, hogy lesz. Mi lesz? Mintha rossz álom lenne az egész. Még mindig csak úgy tudtam elfogadni a helyzetet, hogy egyszer majd úgy is rendbe jön minden. Még buták, de majd megjön az eszük. Nem vigasztalt, hány barátnőmnek váltak el a szülei, nem vigasztalt semmi. Úgy éreztem, velünk ilyen nem történhet meg. A veszekedés arról, megyek el külföldre, az volt a mélypont. A fejem felett vitatkoztak. Nem tettem semmit. Kiabáltak, mintha más emberekké váltak volna. Először akkor dölt össze minden, amikor megbeszélték, hogy elválnak. Másodszor most. Elvesztettem az én normális kedveszüleimet. Olyanok voltak, mintha egy filmben szerepeltek volna. Úgy éreztem, semmi értelme semminek. Tanulásnak se. Az életnek se. Aztán lassan kezdtem máshogy látni az egészet, mintha megijedtek volna maguktól. Nem mondtak erről semmit, de valahogy ez volt az érzésem. Még hajtogatták a saját igazukat, de mintha már nem hittek volna maguknak. Albérletben laktam. Olyan volt az egész, mint egy felesleges önbüntetés. Harag volt bennem, de közben fájdalom is. Amit nem beszéltük meg időben a gondjainkat. Veszekedni kellett volna, és aztán kibékülni. Kimondani mindent, ami bánt. A legszívesebben visszacsináltam volna mindent. De nem volt hozzá erőm. Azt gondoltam, most már előre kell menekülni. Tudtam, hogy fájni fog. Megtettem és csodálkoztam, hogy fáj.
Nem tudtam úgy érezni, hogy nem szeretem a férjem. De a kockát már elvetettük. Eszembe se jutott, hogy új életet kezdjek mással. Csak már túl sok volt a tüske. Sértett voltam. Büszke. Láttam rajtuk, hogy gyengék. Gyávák. Legszívesebben újra kezdték volna. Muszáj volt közbelépnem. Megkérdeztem a lányomat, mit oldana meg. Mitől lenne más? Mitől lenne jó az, ami már elromlott? Gyengeség volna, semmi más. Értelmetlen visszakozás. Úgy összenőttünk, hogyha az egyikünk elkezd egy mondatot... A másik be tudja fejezni. Ezt azonnal felismertem, amikor először megláttam. Azt gondolták, hogy együtt törekszenek majd meg, persze. Ahogy az idős házas párok egymásba karolnak, botladoznak az utcán. Azt gondolták, hogy így lesz velük is. Hát nem. Szerettem őt. Nem szerettem senkit jobban nála. 12 éve szerettek egymásba. Egy szerdai napon. És most mindjárt indulnak a vállóperre. Szerda van, most is persze egyszerű, szimpla szerda. Apa egy-két hete néha megint eljön. Van, hogy kettesben beszélgetnek anyával. Már nem haragszanak egymásra. Tegnap nevettek valamim. Mint régen. Jókat tudtak együtt nevetni. Valamelyikük megkérdezte, minek ez az egész, a vállóper. A másik azt mondta, most már így kell lennie. Nem emlékszem, melyikük. Induljunk. Mehetünk.